Ja, te akkor most kaptál hozzá legényt, igaz? Aha, na, hát én annak idején, mikor ezt megvettem, nekem, hát én nem emlékszem, hogy lett volna hozzá legénység, pedig az elméletileg ugatnia kéne a hatodik érzéknél. De nekem nincs a garázsomba se, soha nem is volt, úgyhogy én lehet, hogy engem átcsesztek és legénység nélkül kaptam annak idején. Persze. Mi vagy? Balra. Balra. Nem. Hát a, melyik a bal kezed? Itt a dom. Ne, a dom tető. Szép volt a lájtunk. Juhú! Ügyes voltál. Örülök, hogy együtt játszhattunk. Hát, nem húzta. Bestresszelt. Az árván bestresszelt. A KV2 az állat. Ne pattid! Kap be! Jó lett volna szétcibálni. Jó, track megvan. Gyönyörű szép. Track megvan. Aha. Szép. Ennyi. Így kell. Ilyenkor mindig, hogy ne tudjon elszaladni. Track. Aha, házak. Spéllek. Jó, track! És nem is bírta megjavítani. Hát ez... Látjátok, ezért kell trackre lőni. Jó. Track! Így is jó. És vissza ide húzni. Leestél. Aha. Blindra lövök, de... Jó, hátunk mögött. Nem kell lemenni, nem kell lemenni, innen lövünk fentről. Jó, annak annyi. Jó. Csak higgadtan. Húzódj feljebb. Feljebb, hogy rálássunk. Oké, innen rá lehet látni. Egy. Fel se tud húzni. Kettő. Állítjuk ki a garázsbérletet. Ó, lefattig. Na, na, garázsbérlet, oké. Másik. Jó. Nagyon szép. Intézzék csak, a többiek csalják ki. Jó, mászunk egy kicsit feljebb. Másik oldalt is elbukta. Basszus. Jó. Nem lelopta a kis genya.
Hova? Vagy mi? Ja persze. Hát ha itt leszünk, persze. Nyugodtan, hát ott el lehet indítani a csatát. Aha. Nem vagyok jó játékos, csak szerencsés. Vagy tapasztal. Aló fog jönni a light. Jó. Hát a bázisunk felé ott nem tudnak jönni. Van 9 perc, még ráérünk. Őrizzük a bázist. Hopp, sír a baba. Nem happy. De szép ez a Rudy. Ezzel megtanulsz játszani. Ez. Jó, támadjunk. Beálltak védekezésre, már jöttek volna. Felmentek a domtetőre. A VK-d lent. A light az fura, hogy eltűnt. Ugyan VK csap már ki azt a T-34-88-at. Gratulálok. Igen. Jön. Nem jön ki. Nem jön ki. Francba. A spártai. De hol a light? Na jó, csak rááll a bázisunkra. A Robi, és néz. Ráesik a Churchill-re. Spártai. És azt is kivágja. Ó, Rover, hívázz már el. Kösz. Aha. Nem talált. Ott van a bázisunknál. A kis hamis. De jó, hogy úgy kell üldözni. Rájunk a bázisra. Akkor baj, hogy az már meg messze van. Ez az legjobb, legjobb. Jó, nem erre jött. Akkor megy amoda le a végébe, ahol mi álltunk. Azt hittem lesz olyan nagy okos, hogy rajta marad a bázison. Igen.
Indulj el a bázisuk felé. Ketten behúzzuk a bázis, ha meg oda jön visszahúzni. Csak itt akarok lemenni, hogy nem-e itt ment le. Ne, itt van. Itt van valahol. Na mindegy, majd ide csaljuk. Hát 5 perc alatt behúzzuk kettet. Érdekes, hogy a másik lightunk se tudja felhúzni. Nem baj, ezt elveszíti. 4.50. Full HP-n vagyok, úgyhogy jöhet is kóstolgatni. Neked is szép. Egyébként hogy tetszik így első benyomásra a Rudolf? Igaz, ágyúja egy kicsit a szűkülése, azért is kell rádolgozni. Na, gyere lájtocska, ha akarsz valamit. Jó. Mondtam, hogy nem hagyja rá a bázist. Még így be lehet húzni. Ez egy track volt, tesó. Ne, itt az apró. Menet közben tudok vele lőni. Már megszoktam az ágyúját. Ez szép volt. Ezt így nem éreztem ilyen aktívnak. Hát ez egy master is bedurrantós kör volt. Nagyon jó gép különben. Hozzászoksz az ágyúhoz, onnantól kezdve nincs baja. A szűkülés az, egyedül az, ami azt kell el.